Tavaly júliusban a múzeumok éjszakáján nyílt bábjáték kiállítás a Kállai gyűjteményben. A Buratino Bábszínházzal korábban is jó kapcsolatot ápolt a múzeum, ezért döntöttek úgy közösen, hogy a nyíregyházi bábjátszás 70. évfordulójának alkalmából nagyszabású kiállítást hoznak létre, a Bábjáték varázsa címmel. Nem csak a gyerekeknek, a felnőtteknek is maradandó élményt nyújt a tárlat, ahol a bábok mellett korabeli újságcikkeket, plakátokat és ruhadarabokat is láthatnak az érdeklődők. Egyre több óvodai csoport, meg általános iskolai csoport érdeklődik a kiállítás után, sőt, regisztrálnak, mert ezt kértük is, hogy a csoportfoglalkozások, mivel van múzeumpedagógia is hozzá, tehát rugalmasan és kényelmesen zajlanak a 20-25 fős csoportoknak itt a kiállítás megtekintés és a foglalkozás. Egyre több csoport jelentkezik be, de hogy tapasztaljuk, a gyerekek után a nagyszülő, szülő is visszalátogat a gyerekkel, úgyhogy mondjam azt, hogy minden korosztályt érintő látogatónk van. Ez azért is érdekes, illetve jó, mert tulajdonképpen itt 70 év bábjátszását öleli fel a kiállítás. A szeptember 20-áig látogatható tárlatról még többet megtudhatnak a péntek esti Weekend című műsorunkban.